Idén is közösen harcol az éhezés ellen a Miskolci Egyetem és a Vöröskereszt megyei szervezete. A kampuszon már hagyománnyá vált, hogy tartós élelmiszereket gyűjtenek a rászorulóknak. A négynapos ételgyűjtéssel a jótékonyság fontosságára szeretnék felhívni a hallgatók figyelmét. A szervezők szerint évről évre egyre többen segítenek. Köszönjük szépen! Tartós élelmiszerekkel teli szatyrokat adott át a Miskolci Egyetem rektor helyettese és az egyik önkéntes diák a Magyar Vöröskereszt munkatársainak. Cukor, liszt, száraz tészta és néhány konzerv is volt a csomagokban. Kovács László Márk már harmadik éve nem csak adománnyal, hanem önkéntes munkával is segít. Azért tartom fontosnak, mert ugye nagyon sokan vannak, pláne itt a környékünkön, akár Borsodban, akik hát sajnos nélkülöznek elég sokat, és fontosnak tartom, hogy támogassuk az ilyen embereket, akik nem tehetik meg maguknak, hogy minden szükséges élelmiszert megvegyenek maguknak. A Miskolci Egyetem 2013-ban csatlakozott egy rászorulókat segítő nemzetközi mozgalomhoz. Nálunk az élelmiszergyűjtés egy nemzetközi szervezethez kötődően indult el. A Miskolci Egyetem Magyarországról egyedüli tag a Egyetemek Harca az éhezés ellen nevezető mozgalomnak, és emellett a Magyar Vöröskereszt megyei területi szervezetével együttműködve szerveztük meg ezt az élelmiszergyűjtést. Azóta minden évben kétszer meghirdetik az akciót, immár 15. alkalommal. Az esemény főszervezője szerint a gyűjtés célja az is, hogy a fiatalok figyelmét felhívják a segítségnyújtás fontosságára. 16. október, ez holnap, ez úgynevezett világ élelmiszerezési napja. Szóval ez úgynevezett angol nyelvű World Food Day. És körülbelül 150 ország világ szintje tartanak ezt a napot. Igazából itt Magyarországon, csak itt Miskolcon lesz ilyenfajta gyűjtés. Az adományokat október 16-án, valamint 19-én és 20-án is gyűjtik az egyetemen, illetve az egyik miskolci áruházban.